A 37. Albarégia éremgyűjtő találkozó keretében adták ki a Fehérvári Nagyjaink éremsorozat legújabb 12. tagját, melyel ezúttal Szőgyén Marics László, Fejér megye főispánja, Székesfehérvár királyi biztosa előtt tiszteleg a város. Az éremmel arról is megemlékeztek, hogy 150 évvel ezelőtt fejeződött be a Székesfehérvári Vörösmarty Színház építése. Emelte ki Igari Antal, a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Fejérvár megyei Albarégia szervezetének elnöke. A numizmatika rajongói 110 asztalon mutatták be gyűjteményüket, és lehetőség volt az érmek, jelvények cseréjére is. Létszámát tekintve másodikak vagyunk, a szegediek bőven viszik a miénket, csak hát nyilván mi 36. éve, ha jól számom, 38. éve folyamatosan érmeket adunk ki, és ez Magyar Királyok érmei, illetve 12. alkalommal pedig már a fehérvári nagyjaink kerül sor, és érdekes módon mindig próbálunk olyanokat is elővenni, bárhogy országosan ismertek legyenek. Székesfehérvár a numizmatika fővárosa, erről már Csóka Ferenc, a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének elnöke beszélt. Kiemelte, hogy a helyi egyesület tagjai mennyit tesznek a tudományért és az értékek gyűjtéséért. A városba Fehérvár nagyjai sorozatnak immár a 12. érmét mutatjuk most be, ebben az alkalommal, de ezen kívül a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete más városokba is szokott érmeket kiadni. Igaz, nem ilyen intenzitással, mint itt Fehérváron. A Magyar Éremgyűjtők Egyesület 1969-ben alakult, azóta az éremművészetnek a széles skáláját fel tudjuk mutatni. Több mint 122 szobrászművészt és éremművészt kértünk fel, hogy ezeket az érmeket elkészítse nekünk. Székesfehérvár polgármestere Cserpalkovics András köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a numizmatika értéket őriz és értéket teremt. Értéket őriz, mert önmagában érték, amiről itt szó van, illetve az éremgyűjtők ilyenkor mindig egy-egy érmét is veretnek, ezüst és bronzérmét, mindig valamilyen történelmi személyiségről emlékeznek meg, tehát ezzel értéket is őriznek, de értéket is teremtenek, hiszen létrejön egy új érem, egy új érték. A találkozó programjai között szerepelt Vízi László Tamás történész, a Kodolányi János Egyetem megbízott rektorának előadása, aki Szőgyén Marics László közéleti pályáját mutatta be, valamint a Szent László teremben kamara kiállítás nyílt, ahol a sorozat eddigi tagjait és számos egyéb érdekességet láthattak az érdeklődők. A találkozón elismeréseket is adtak át a numizmatika szakembereinek.